önkiszolgáló autómosó, ahol a gépjárműveket nem egy robot tisztítja meg, hanem általában az autó sofőrje, mégis automatának minősül a Nemzeti Adó és Vámhivatal rendszerében. Vagyis, mint minden más automatára, erre is kiterjed az országos ellenőrzés. Ide tartozik minden olyan automata berendezés, amelyek képesek kezelő személyzet nélkül is működni, illetve amelyekből helyben terméket vagy valamilyen szolgáltatást lehet vásárolni. Na most például ide tartoznak a parkolóautomaták, az önkiszolgáló automosó automaták, de például a különféle élelmiszerautomaták vagy mondjuk a könyvautomaták is. A NAV ellenőrei az ország bármely pontján ellenőrizhetik az automatákat, mondta el a kommunikációs referens. Június 1-én kezdődött az akció, amely jelenleg is tart. A revizorok egyebek mellett az úgynevezett regisztrációs számot fogják keresni a berendezéseken. A mostani vizsgálódások fókuszában azonban elsősorban azok az automata berendezések állnak, ahol az üzemeltetők bejelentették a tevékenység szüneteltetését vagy megszüntetését, illetőleg nem tettek eleget az üzemeltetésből adódó kötelezettségeiknek, nevezetesen nem jelentették be az automatát, nem kértek regisztrációs számot, vagy hogyha kértek is regisztrációs számot, azt nem helyezték ki. Piszár Tünde hozzátette, 2019 áprilisa óta a jogszabályváltozás értelmében minden kezelő személyzet nélküli automata berendezést annak üzemeltetője köteles bejelenteni elektronikus úton a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz. A bejelentés során az üzemeltetőnek meg kell adnia az automata berendezés azonosító adatait, mint például a gyártási számot vagy a típusát, továbbá meg kell adnia az üzemeltetésre vonatkozó paramétereket, illetve a műszaki jellemzőit is. Ezt követően a NAV rendszere egy egyedi regisztrációs számot készít, amelyet eljuttat az üzemeltető elektronikus tárhelyére. Ezt a regisztrációs számot az üzemeltetőnek kötelessége az automata berendezésen jól látható helyen feltüntetnie. Az is az üzemeltető kötelessége és feladata, sőt felelőssége, hogy folyamatosan ellenőrizze, hogy ez a regisztrációs szám jól látható-e, nem rongálódott-e adott esetben meg, vagy nem sérült-e meg, és amennyiben ezt tapasztalja, akkor pótolni kötelessége. Amennyiben a regisztrációs szám olvashatatlan, vagy egyáltalán nincs kihelyezve, a NAV ellenőr természetes személlyel szemben 200 000 forintig, nem természetes személy vonatkozásában pedig 500 000 forintig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki.